Sziasztok! Hoztam nektek a heti üzenetet a július 15-től 21-ig tartó időszakra. A kosoknak az érmék lovagját húztam, a kelyhek királynőjét és a napot. Csupa pozitív energiák, külső-belső egyensúly és teremtés, ami ezen a héten látható a kártyákon, az érmék lovagja, az anyagi területen megbecsülést, biztonságot jelent. A kártyám azt üzeni neked, hogy a kitartásoddal, a gyakorlatiasságoddal sok mindent elérhetsz. A munkát keresel egy biztos munkahely, ami anyagilag is megfelelő számodra, a megfelelő anyagiak, a szerelemben is biztos alapokat jelent az érmék szimbóluma. Akár a munkahelyen, akár a családi kapcsolatok terén, az emberi kapcsolatokban stabilitást látunk, megfelelő lelki energiákat. A kelyhek királynője egy érzékeny, intuitív hölgy, aki inspiráló, bízik a megérzéseiben. Az is lehet, hogy valamilyen spirituális tevékenység, amit végzel, vagy segítő tevékenység emberekkel kapcsolatban, most pozitív fellendülés és az anyagi javak gyarapodása várható. A középső tarólapon látjuk, hogy az indián királynő valamit elindít a hajó szimbólumával. Nyugalomban van, megteremtette a belső egyensúlyát és bízik magában. Itt az érzelmek, a víz szimbolikája egyensúlyban vannak. Nincs egy szemennyi kétség sem. Elindult a teremtés. Hiszen a nap kártyája mindent támogat. Jön az élet napsütéses oldala, ha volt valamilyen konfrontáció, vita a családban, munkahelyen, ott a békekötés, optimista hangulat, vitalitás, életerő van a képen, a ló szimbólumával valami elindul, a szerelemben, ott a kibékülés, akár egy eljegyzés, egy hitelesítés, költözés is lehetséges, vagy fogantatás, gyermek születése, itt minden egyensúlyban van, jól halad előre, hiszen önmagában az egyes szám, a tűz, a férfias energia, a kreativitás, ami most elindítható, anyagi területen változás, gyarapodás, egészség szempontjából a fejen lévő dolgokra, a csontokra kell figyelni. A vikáknak a botok 9-est húztam, az érmék apródját és az érmék 9-est. Hét elején olyan, mint egy kicsit le lennél lassulva, az is lehet, hogy valamit akadályként élsz meg az életedben, de a 9-es a számisztikában egy lezárás jelent, egy új ciklus kezdetét, ami valószínű, hogy a munkával, az anyagiakkal áll kapcsolatban, hiszen két érméklapokat is kaptunk. A két 9-es lezárásokat, elengedéseket jelent, és egyfajta felszabadulást. Az is lehet, hogy egy kicsit bezárkóztál, elzárkóztál valamitől, de a türelmed most meghozza a gyümölcsét, hiszen épp itt az idő arra, hogy elindítsd, amit szeretnél, akár munka, akár valamilyen plusz tevékenység, ami pénzhez kapcsolódik, vállalkozás, másodállás. Az érmék apródja hozhat neked jó lehetőségeket. Egy konkrét javaslatot kaphatsz munkával kapcsolatban. Az is lehet, hogy a családban a gyermekeid vagy egy fiatal személy ajánlja neked, amit meg kell fontolni, hiszen jó lehetőségek jönnek hozzád a pénzkeresésre, egy értékes segítség, egy támogatás, kézzelfogható dolgok lesznek, ami szépen lassan, ha elindítod, gyökeret ver, és az érmék 9-es állapotával a türelem meghozza a gyümölcsét, amikor az ember arathat, betakaríthatja a munkájának a gyümölcsét. Az érméklapok lassabb folyamatot mutatnak, de az érmék 9-es egy szerencsekártya, bármilyen nyereséget támogat, most lehet próbálkozni kaparóssal, lottóval, kellemes meglepetésekben lehet részed, akár érzelmi, akár anyagi területen, hirtelen szerencsét mutatnak a lapok és jó lehetőséget. A szerelem szempontjából is váratlan események, pozitív fordulatok, az is lehet, hogy egy szerelembeesést mutat a kártya, egy fiatalos lendületet, kapcsolatot, ami stabil, most ilyet lehet a főnyeremény, ami kézzelfoghatóvá válik. Az ikreknek a holdat kaptuk, az ördögöt és az uralkodót. Három nagy arkánumot is húztam, ezért jelentős lehet ez az időszak, fordulatok lehetnek, valami kitisztul számodra,
hiszen az első két tarólapom sötétek a színek némi homá is van, a hold tarólapja azt üzeni neked, hogy valami most kivilágosodik a számodra. Egyfajta bizonytalanságot, szorongást is jelenthet a kártya, rossz álmokat. Az is lehet, úgy érzed, hogy valami megakadt az életedben, most célszerű várni. A hold kártyája arra figyelmeztet, hogy szét kell nézni, hogy milyen emberek lesznek körül, hiszen akár hamisság is lehet körülötted, üzlettársak, munkatársak, párkapcsolati szempontból, egészség szempontjából az érzelmi életre kell fókuszálni, és az alhas tájékára. Nagyon fontos az energetikai rendszer tisztán tartása, hiszen bármilyen negatív energiát, mágiát is jelenthetnek a lapok. Arra hívja fel a figyelmet, hogy valamiből most kiózanodhatsz, valamit most tisztán láthatsz. Az élet bármely területén lehet ez a bizonytalanság. Az ördög tarólapja arra hívja fel a figyelmet, ha úgy érzed, hogy meg vagy kötözve, akár mérgező kapcsolatban vagy munkahelyen párkapcsolatban, nagyon hamari fordulattal számodra valami pozitívvá válik, és destabilizálódik az uralkodó kártyájával. Az ördög kísértést is jelenthet, valamilyen szenvedélyt, hatalmi harcokat, egyfajta birtoklási vágyat, arra hívja fel a figyelmet, hogy mértéket kell tartani valamiben. Tedd fel magadnak a kérdést, mi az, ami függőséget okoz neked. A szerelemben lehet egy titkos kapcsolat, harmadik személy, féltékenység, túlzott ragaszkodás. A munkában is figyelni kell a pihenőre, nem szabad munkamániásnak lenni, hiszen ez a energetikai rendszerünknek megterhelő lehet egészség szempontjából, a vérnyomásra, a magas vérnyomásra, a szenvedélybetegségekre hívja fel a figyelmet. Ha valami tisztázatlan számodra, hétvégére már kézzelfoghatóvá válik minden, hiszen látjuk, hogy az utolsó tarólapon az indián törzsfőnök, az uralkodó, a trónon ül, a kezében van az irányítás. Az is lehet, hogy te vagy az a következetes, stabil ember, aki reális, becsületes, vagy lehet egy főnök és egy családfő, aki kitartó, és mindent meg tud valósítani, amit szeretne. A kártyáim azt üzenik neked, hogy egy álmod most megvalósulhat, vállalj felelősséget kitartásodnak köszönhetően, ha kitűzöd a világos céljaidat, ott vannak a sikerek. A rákoknak a botok ászát kaptuk, a kelyhek apródját és a botok nyolcast. Csupa pozitív energiák, az érzelmek egyensúlyban vannak. Valamit most elindíthatsz. A botok ásza valaminek a kezdetét jelenti. Mivel tüzes lap, bármit elindíthatsz, amit csak szeretnél. Az is lehet, hogy érzelmi téren, kapcsolati téren valakivel megismerkedsz, hiszen egy érzelmes embert látunk, aki te magad is lehetsz, fiatalos lendülettel. Az is lehet, hogy ajándékokat kapsz, bókokat, harmonikus kommunikációban leszel, hiszen a botok 8-as tüze megfelelő energiát, lendületet biztosít neked. Olyan, mintha a munka, az érzelmek is maguktól mennének. Érzelmekben érzelmi megújulás várható. Ha a párt keresel, érdemes energiát befektetni, hiszen üzeneteket látunk, kommunikációt és gyors megvalósulást. Az oroszlánoknak a tornyot húztam, a botok 4-est és a kelyhek lovagját. Hét elején valamilyen drasztikus változás várható, olyan, mintha valami összeomlana és újjáépülne az életedben nagyon hamar. A torony állapot egyfajta váratlan külső hatást, összeomlást is jelenthet, ami fájdalmas is lehet, de az is lehet, hogy a korlátaidat elveszíted és nyitsz a világra, hiszen a második tarólapon már egyensúlyt látunk, pozitív energiákat, embereket, akikkel körül leszel véve. A szerelemben szükséges változások kellenek, az is lehet, hogy most sikerült elengedned egy exet, vagy egy régi kapcsolatot, egy válás, vagy épp egy veszekedés, ami lezárult. Ha párkapcsolatot keresel, arra hívja fel a kártyám a figyelmet, hogy nyiss a világra, menj el a barátokkal, lazíts egy kicsit, hiszen a botok 4-es tarólapja olyan tüzet ad neked, amivel bevonzhatsz egy romantikus embert az életedbe, hiszen a kelyhek lovagja egy olyan romantikus férfi, illetve hölgy, akire vágysz, az is lehet, hogy barátnők, barátok által, társaság által ismered meg,
szép gesztusokat látunk, látjuk a kelyhek lovagja kezében a virágcsokrot, ajándékokat, bókokat kaphatsz, elismerést ezen a héten egészség szempontjából a lábakra, a csigolyára és a lázas állapotokra kell figyelni. Sokatoknál az is lehet, hogy elutaztok, kikapcsolódtok, hiszen látjuk, hogy az érzelmek, a tenger szimbóluma megjelenik, a nap lemente, romantikus hangulatban leszel, megfelelő energiában, lendületben. A szüzeknek az érmék 10-est húztam, a kardok 5-öst és a szeretőket. Az első tarólapon egy beteljesülést látunk, egy családot gyermekekkel, külső-belső értékeket. A képen mosolyognak, egyensúlyban vannak, az anyagi területet, a munkaterületét és a belső értékeket is mutathatja a kártya, amit meg tudtál szerezni, bebiztosítottad magad, egyfajta stabilitást látunk a képen, külső-belső egyensúlyban. A 10-es egy ciklus lezárása, egy új ciklus kezdete, a kártyáim azt üzenik neked, hogy ebben az időszakban a gondolataidra és a tiszta kommunikációra figyelni kell, az is lehet, hogy a munkahelyen esetleg valaki befolyásolni akar, hiszen látjuk az indián férfit, az a kismadár mondja a fülébe, szinte fájlalja a fejét. A kártyáim azt üzenik neked, hogy ne hallgass senki másra, csak magadra, ne konfrontálódj, hiszen hét végére az energiák kiegyenlítettek lesznek. A szeretők tarólapján látjuk, hogy a két ember egymás felé fordul, összeadják az energiájukat, csodálatos vízesés van a háttérben, ami harmóniát sugároz. Egyfajta döntést is jelenthet a kártya. Kapcsolatban, párkapcsolódásban harmóniát látunk, akár a munkahelyen is. A szerelemben egy igaz szerelem, vagy annak lehetősége, ami karmikus. Viszont azt is feltételezheti, hogy ha a szerelmi területen lehet döntés, vagy hármas kapcsolat, akkor hosszébbéli döntéseket. Ha párkapcsolatot keresel, több hódoló közül választhatsz. Itt az érzelmi méretre kell most fókuszálni, egészség szempontjából a szívre, az érrendszerre kell figyelmet fordítani. A mérlegeknek a kelyhek 5-öst húztam, az igazságosságot és a kelyhek 8-ast. Két kelyheklapokat is kaptunk, valószínű, hogy az érzelmek területén kell valamit elengedni, rendet rakni. A kelyhek 5-ös tarólapon látjuk, hogy a férfi fájdalmas tapasztalatokon van túl, de a problémát, a csalódást maga mögé helyezte kelyhek formájában. Az is lehet, hogy egy lezárási, elengedési időszak, vagy a veszteségeket, az aggodalmakat zárod le. Az is lehet, hogy rossz híreket kaptál, vagy csalódtál valakiben. A kártyáim azt üzenik neked, hogy ragd le a félelmeidet és az aggodalmaidat, hiszen a középső tarólapon már egyensúlyt látunk, tipikus mérleglap. Ha párkapcsolatot keresel és sikerült az elengedés, egy lélektársi, karmikus kapcsolat lehetősége áll fenn, ahol egyenrangúak a felek. Érdemes most energiát befektetni az ismerkedésbe, üzlet területén is, akár jogügyeket is jelenthet, aminek kézzelfoghatóvá válik az eredménye. Egészség szempontjából a gyomor, a napvonatcsakra, ami előtérbe kerül, a hasnyálmirigy, és ami ehhez kapcsolódik, az elfogadás, az elengedés, amit most meg kell lépni, hiszen a kelyhek 8-as tarólapján látjuk, hogy az a hölgy elindul a szivárvány felé, már elengedett mindent, és egy új utat keres, elindul az ismeretlenbe, még ha nehéz is a változás, ott egy új feladat, egy új munka, egy új párkapcsolat, bármi, ami pozitív fordulatot hozhat az életedbe. A skorpióknak a kardok ászát kaptuk, a kardok 9-est és az uralkodónőt. A kardok ásza valaminek az elindulását jelenti, itt a levegő elem hangsúlyos. A kártyám azt üzeni, hogy tiszta kommunikációval, gondolatokkal most bármit elérhetsz. Az is lehet, hogy hirtelen ötletet támad, amit meg szeretnél valósítani. A kártyáim arra hívják fel a figyelmet, ne engedd magad eltántorítani, hiszen a kardok 9-es egy ciklus lezárását mutatja, valaminek a megakadását. Az is lehet, hogy kommunikációbeli problémák vannak, valakivel összeveszel a munkahelyen, a családban. A kártyáim arra hívják fel a figyelmet, hogy tisztíts ki az energetikai rendszeredet, és sok minden beindulhat az életedben.
Fordíts figyelmet a gondolataidra és a kommunikációra. Az is lehet, hogy műtét van nálad vagy a családban, ami pozitív kimenetellel jár, hiszen az uralkodó nő egy stabil állapotot mutat, amikor az életedet a kezedbe tudod venni, te irányítod. Egy anyatípus látunk, arra hívja fel a figyelmet, hogy ki kell bontakoztatni a női energiádat. Valami új dolog, ami jön az életedbe, akár egy új szerelem, egy új munka, amit szeretnél, bele kell fektetni az energiát némi nehézségek által, de ha elindítod, véghez tudod vinni. Egészség szempontjából a hastájékra, a női tájékra figyelmet fordítani. Üzletben bőség, siker, egy jó vezetői pozíció, a munkában is egy pozitív fordulat, ami várható, beérik a várt eredmény, az akadályok elhárulnak. A nyilasoknak az érmék 5-ös kaptuk, a botok 7-est és a kelyhek 10-est. Hét elején az is lehet, hogy az energiák egy kicsit megakadtak, de látjuk, hogy a számokban is fejlődés van, hét végére már ott lesz az egyensúly. Az is lehet, hogy anyagi területen váratlan kiadások lesznek, össze kell húzni a nadrágszíjat, hiszen látjuk, hogy az első tarólapon hidegek a színek, de már a hó alól kibújtak a virágok, valami most elindítható. Az is lehet, hogy érzelmi területen volt megakadás, valaki megbántott, a kártyáim azt üzenik neked, akár a munkahelyen, akár a családban történt ez a konfrontáció, egyfajta hiányérzet. A botok 7-es lapjával védelemben vagy, hiszen látjuk a kör szimbólumát, ott van a kereszt, a kártyám azt üzeni neked, hogy megvan a hited, azok a botok, a mérgezett nyilak, amik szállnak feléd, ha esetleg van olyan ember a környezetedben, aki rosszat akar, vagy negatív energiában van, bátran védd ki, fordíts hátat neki. Ki tudsz jönni győztesen most mindenből, hiszen a kelyhek 10-es, egy ciklus beteljesedése, egy új ciklusba léphetsz, amikor az érzelmek egyensúlyban vannak, látjuk a gyönyörű szivárvány színű kelyheket, a beteljesülést, egy családot látunk a képen a gyermekekkel, állatokkal, egy harmonikus család, itt már mindent elértél, túlcsordulnak a kelyhek, az érzelmi állapot kívül belül rendben van. A bakkoknak a botok lovagját kaptuk, a kelyhek 4-est, és a kardok királyát. Két udvari lapot is kaptunk, ami azt feltételezi, hogy magasrangú emberekkel leszel körülvéve, az is lehet, ha párt keresel, a botok lovagja belovagolhat egy tüzes lendülettel, jó energiában leszel, a hét tüzes lendülettel indul, az is lehet, hogy hét közepe felé valaki megbánt, vagy egy kicsit visszahúzódsz, hiszen látjuk a kelyhek 4-es állapotát, amikor az az indián lány elzárja az energiáját, nem vesz észre semmit. A kártyáim azt üzenik neked, hogy vedd le a szemellenződet, nézz szét, hiszen van segítség mindenre, nem kell megoldanod egyedül semmit, hiszen látjuk, hogy emberekkel vagy körülvéve, jönnek hozzád a megoldások és a segítség. Ha ismerkedni szeretnél, több lehetőség közül választhatsz. A kártyáim azt üzenik neked, hogy nem érdemes megsértődni, konfrontálódni, tisztíts ki a gondolataidat és védd meg magad, hiszen ott van a kardok királya kezében, a kard, a fegyvere, az esze, a távolságtartása és a higgadt gondolkodása. A vízöntőknek a főpapot húztam, a kelyhek 2-est és a kelyhek ászát. Csodálatos érzelmi fellendülésben leszel, valami most elindul, családi párkapcsolati szinten csodálatos energiák lesznek, a főpap állapota egy olyan megvilágosodott állapot, akár egy tanítót is jelenthet, az is lehet, hogy spirituális ember vagy, ezzel foglalkozol. Egy olyan intellektuális embert látunk, aki tekintéllyel bír, egy tanító, tanácsadó, az is lehet, hogy a spiritualitással kapcsolatban olyan embert vonzol be, aki számodra megfelelő, hiszen látjuk, hogy a kelyhek 2-es és a kelyhek ásza gyönyörű színekben pompázik, a kelyhek túlcsordulnak, valami most elindul az érzelmek területén. A főpap egy komoly kapcsolatot jelenthet, akár munkahelyen is, spirituális munkát, az üzletben is segítséget, fellendülést, egy vezető szerepet, amit jó kommunikációval be tudsz magadnak biztosítani.
egészség szempontjából a hastájékra kell figyelni. A kelyhek kettes lapon látjuk, hogy összeadódnak az energiák, jó kis csapatmunka, akár a családban, akár párkapcsolat területén. A párkapcsolatot keresel a kelyhek ászával, az érzelmeiben pozitív fordulat várható, csodálatos harmónia, a víz energia megnyilvánul a lapokon, itt minden kiegyenlítődik. Spirituális emelkedés, harmonikus emberi kapcsolatok, az érzelmek egyensúlya, ami ezen a héten vár rád. A halaknak a botok 10-est húztam, a kelyhek 9-est és a mértékletességet. Hét elején nehéz energiák lehetnek, hiszen látjuk, hogy az az indián férfi valamit cipel a vállán, botokat, tollakat. A 10-es egy ciklus lezárását, egy új ciklus kezdetét jelenti. Épp itt az ideje, hogy ragd le a terheidet, ha úgy érzed, hogy sok a feladat, családban vagy a munkában, húzd meg a határokat és mondj nemet. Hiszen a kelyhek 9-es egy olyan állapotot mutat, amikor az érzelmek egyensúlyban vannak, valamit sikerült véghez vinned, akár egy párkapcsolat, akár egy munka, az a hölgy ünnepel. Az is lehet, hogy nyitsz a világra, társaságban leszel. A mértékletesség tarólapjával a spiritualitásra is felhívja a figyelmet a kártya, valami most elindulhat. Hallgass a belső megérzéseidre, hiszen látjuk, aranyszárnyakkal az angyal megjelenik, a korona csakrája szinte világít. Itt valami kiegyenlítődik, az is lehet, hogy kreatív tevékenységek bontakoznak ki, vagy már ilyen tevékenységeket végzel, használd a kreatív energiádat. A kártyám azt üzeni, hogy a szerelemben, gyógyulási folyamatban vagy, ott a kibékülés, egy karmikus társ, akár a munkában is valami kiegyenlítődik, az anyagi helyzet rendeződik, egészség szempontjából is ott a gyógyulás, a felépülés. Az őrangyalod jelenlétét is mutathatja a kártya, használd a spirituális képességeidet.